Köszöntelek titeket, drága nézőim! Eljött a Final Stand DLC második túra vezetése, Hangár 21-es pálya, Conquest Lash mérkőzés 800 sziket, és most betámadom az elpontot. Hát ennyi kell most röviden tudnunk a játékról. Úristenesém, hát annyi szenvedés áll előttem. Elárulom nektek, ez már nem tudom hanyadik köröm, és mindig, hát gyerekek itt olyan dolgokat műveltek, hogy az valami hihetetlen volt. Láttam egy srácot, aki ezzel a szállító helikopterrel egymaga, kb. Egy egész komplett sereget kinyírt. És annyi volt a trükkje, hogy felszállt egy bizonyos magassági helikopterrel, átült a minigunba, amíg ereszkedett lefele át zuhanó repülésbe a helikopter, addig a minigunnal két-három emberkét. Na, gauszágyú, nesze neked. Úgy ezzel meg kell lesz büntetnem azt a csáókát, de amúgy hogy a faszba tudott ilyen gyors lenni, mert... Hát kb. Most kezdődött a kör, de a gauszágyú már ott van a kezébe. Na mindegy. Rafkós leszek, már leszülettem az elpontra, azt sikerült befoglalni, és mivel tudom, hol van az illető úriember, így vele lesz egy kisebb konfliktusunk, majd rövidesen ki fog derülni. Íme ott látható a messzi távolba a hatalmas nagy hangárajtó, amire a pálya kapta a nevét, és mögötte található a Ultimate fejlesztésű Titán, ami persze nem képes a beindulásra, vagy hát beindulni, beindul, csak kb. Az a két másodperc, amíg működik, az több mint sok. Hát remélem, hogy az illető úriember, aki a gauszágyúval szórakozik, az nem nézi a minimapot. Mert most én biztosan egy piros háromszög vagyok számára. Hát de hiába ez a fickóval muszáj volt felvennem a kontaktot, már itt volt a látóteremben, és... Aha, itt van az az illető úriember, itt van. Csak a szikláktól kicsit nehezen mozgok, ajj. Na hol bujkálsz te, Gani? Hol bujkálsz? Ott vagy te drága, ott vagy, ó. Ez az is szemből lekéselni a legjobb érzés a világon. Egy kontúr knájfolhatott volna, igen, de nem tette, mert nyomkodta azt a hülye gauszágyút, úgyhogy szépen meg is szereztük a doktagját. Ami valami fantom doktag, mert mostanában ez nagyon divatos. Amúgy már néztem erről videókat is, hogy bemennek a lifttel azzal a vizé titkos helyiségbe, ahol mögötte van a fantom így. Úristen, is belém akart izé jönni Jette, de hogy tudott már ilyen gyorsan leszületni? Hát le merem fogadni, hogy ez ugyanaz a fickó. Á, persze. Na jó van. Szerintem lesz még nekünk konfliktusunk, haverslác. De majd kiderül. Hát íme itt látható az állás, azt mondja, hogy hát 766 tiket van nekünk, és 789 az oroszoknak, úgyhogy lesz még miért küzdenem. És közben elkezdett villogni az elpont, úgyhogy megpróbálom felderíteni az itt bujkáló ellenséget, és hát leszámolni velük, ha ez sikerül. De az a gáz az elpontról, hogy elég sok ilyen mélyedés van rajta. Ott az a zászló aljában van egy baszott nagy gödör, és hogyha oda bebújnak, hát azt innen sajnos csak akkor tudsz oda menni. Na már megint az a csávó, már kezd belőled elegem lenni, haver. Állíts le magad, de nagyon gyorsan. Be akarom védteni az elpontot, te meg itt kraftolsz. Na jó van. Hát be is foglalták, igen. Azt hiszem technikát kell váltanom. Most kipróbáljuk a helikopteres módszert. Jó, én nem fogok itt minigunnal szarozni, mert annyira nem vagyok jó. Viszont ennek a pályának az egyik stratégiai jelentőségi pontja az nem más, mint az F pont. El is árulom nektek miért, cimborák. Azért is, mert mivel a Hangár 21-en vannak ezek az emberágyúk, én így hívom őket, mert mit tudom én mi a nevük amúgy, de jó lesz az emberágyúnak is. A lényeg az, hogyha belemész a szerkezetbe, akkor egy ilyen kapszulával kilőtt téged oda, ahol akarod. Nagyjából ennyi a lényeg a dolognak. És ez a támadó helikopterrel le kéne számolni. Furcsa, mert flert azt nem nyom ki magából. Vesztélre meg kinyírtam. És akkor a lényeg az, hogyha befoglaltuk az F-pontot, ezekkel az ember ágyuk segítségével, lényegében másodpercek alatt el tudjuk érni az összes kontrollpontot. Ó, dobok oda egy gránát, hogy jaj, és ez is nyilazni próbál. Istenem, ezek az emberek. Miért hiszik azt, hogy egy nyíl erősebb az automata fegyvernél? Na de mindegy. Igen, egy lövés előtt. Igen, ezt aláírom, ha eltalálsz. De ha nem találsz el, haver, akkor kinyílnak. Elő készülj fel. Igen. És be fogjuk foglalni az F-pontot, és hogyha ezt húzamosabb ideig meg tudjuk tartani, akkor innen hát az embereink lesznek olyan szemfülesek, hogy szépen elkezdnek szétszóródni az összes többi kontrollpontra. És mivel az ellenségnek, hát ha a B kontrollpont a kezük ügyébe kerül, akkor azt hiszem, hogy ott van ilyen emberágyú. Akkor még ők onnan tudnak így visszafele szóródni. De amúgy ennek van egy ilyen kis le, szoktam vele trollkodni. Mert ugyanis, hogyha az F-pont környékén vagyunk és a B-ről valaki hát errefelé akarja kilőni magát, akkor Singerre gyönyörű szépen le lehet őket tenni. Volt egy köröm, ahol írdatlan sokat trollkodtam így ezzel. Utáltak is érte.
Na, de most próbáljuk ki az ember ágyút a gyakorlatba. Én már itt látható ez a izé, hát az F pontot be kéne támadni, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Mindig a E pont, vagy F pont, E pont. Minimapon látható, hogy most az ellenség mögé fogok érkezni, hát remélem, hogy ők nem tűnt fel nekik az, hogy én most itt flangálok. Ja, mondjuk most hülye voltam, mert elkezdtem őket lőni. Kicsit közelebb kellett volna, hogy menjek, hát igen, csipa volt. Le is szerette nyórút. Az, kicsit azt vettem észre, hogy ez a AK-5C, amivel idáig operáltam, mintha ezen gyengítettek volna, vagy nem tudom, de régebben azért sokkal hatékonyabban tudtam vele írteni. Az egy jó, mondjuk most se rossz vegyve, de hát bizonyos távolságoknál már nem annyira tanácsos. Most kipróbálom az előbbi módszert, amit a srác próbált ki rajtam. Hát vagy jó lesz, vagy nem, de ott le kéne lőni azt a gyereket, és nem sikerült. Hát, na jó. Ilyen is kell néha napján. Megfélemlítjük az ellenséget azzal, hogy nem féltjük a saját életünket se. De sajnos végezni is került velük. Hát igen. Ah, ja, és itt vagyunk a D-portnál. Ez is egy elég jelentős pont, tekintve, hogy itt található a támadó helikopter. Amivel egész jó kis dolgokat lehet művelni, anélkül, hogy felszállnál, de azt már hamarosan látni is fogjátok. Újjújjújj. Hát, hát. Ez nem volt annyira jó ötlet, de... Igen. Most meghalt a fickó, vagy nem halt meg? Meghalt, úgy látom. Jó, van, akkor jövünk ide vissza, mert be kéne foglalni ezt a pontot is. Nem szívesen hagyom át a jó pontokat az ellenségre, és már megint ilyen mavval szórakozik itt valamelyik szemétláda. Ami mindig azt csinálja, hogy felmegy az UAV-val a... Igen, ez figyeli a spawn pontot, igen. Nem, felmegy a mavval a térképnek a tetejére. Hát kb. Azt meglátni se lehet, csak egyedül a minimap jelzési alapján látod, hogy ott valahol valami van. De ha felnézel, baromira nem fogod látni, de egyedül a Stingerre tudod majd ezt így megkivitelezni. Most gyorsan squadot váltok, hát ha jobban szét tudok majd szóródni. Itt vagyunk az F-ponton. És meg kéne próbálkozni megint a D-pont betámadásával, csak most egy kicsit sunyiba. És hát amúgy az az egyetlen ellenséges kézen lévő kontrollpont, úgyhogy elmondhatom, hogy 723 tiket van nekünk, és 694 tiket a oroszoknak, úgyhogy kezdjük átvenni az uralmat a térkép és a játék fölött. Ha idejövünk rögtön ez alá a... mondjuk úgy... lekéseljük. Nem tudjuk lekéselni, a újabb jó dolog a Rhystone. De ez mekkora hülyeség már, hogy tényleg simán ezt a izét megcsinálhatták volna, hogy legalább, hogyha valaki ott dekkol azon a hülyeségén, akkor beledöföd a kést, azt hello, szia. Nem, azt nem lehet megcsinálni. Na, muszáj vagy lelőni. Ó, és ott jön a fickó. Jajaj, hát ezt megijesztettük. Jaj, és csipusz, vagy ez a gauszágyú van nála, hajjál meg. Jó, jó van. Tudtam én, hogy számíthatok rád, haver. Ó, és még mindig nem tudtuk beszürkíteni ezt a nyomorúságos pontot, úgyhogy muszájak vagyunk. Nem bírok ennyi emberrel egyszerre. Hiába na, csaszi vagyok, én is nem Rambó. Akkor is megszerzem ezt a pontot, ha addig élek is, és rendszeresen addig élek. Nem baj, azért itt vannak a társaim is, és most leszületek rájuk. Aztán vagy jó lesz a dolog, vagy nem. És ott van a fickó, és levegőből, csípőből, ezzel sikerült elintézni azt, aki elintézett minket. És most szépen foglaljuk vissza a pontot. Ezzel a mavval lassan kezdenem kell lesz valamit, mert unom, hogy állandóan mindig jelölve vagyok a térképen. És most itt jönni is fog ránk a fickó. Jaj. Na, sikerült bevédeni egyelőre magunkat. És végre be is szürkítettük ezt a nyomorúságos D-pontot, te meg ne ijeszgessél. Jaj, Istenem. Úristen, mik vannak itt, omlik rám a világ mindenség. Nya. Rövidesen meg lesz a D-pont, és akkor onnantól kezdve újabb akció után kell néznünk. Hát a következő ellenséges kézen található kontrollpont, az a C lesz, és a B kezdett el most villogni. Folyamatosan légi támadás éri az ellenfelet. Elég jó pilótáink lehetnek, egyfolytában itt kraftolnak a levegőbe, de valahol azt a mavot le kéne szedni, mert tuti, hogy valahol ez itt van fölöttem. Sesoljuk már meg egy kicsit azt az egeret, de az E-pont elkezdett villogni, hölgyeim és uraim. Itt van az a rohadék. Ott van! A kúva anyádat! Tudod, mit fogsz te jelölni a térképen? Na, ezt kicsináltuk, úgyhogy most talán fogok tudni ide jönni. Ellenségre vadászni, de... látszik, hogy milyen csapattársai vannak, mert... Ott villog mögötte a kontrollpont, de nem tűnik fel neki, és inkább elszalad amarra emberre vadászni. Úristen! Na, egy emberkével sikerült végezni. Eddig jók vagyunk, Imbaron. Vele rendszeresen konfrontálódom.
De észrevettétek már ti is, felmentek egy 64-es szeróra, és rendszeresen mindig azzal a két-három emberkével találkoztak, az összes többi nem tudom hol kóbászol. Ó, jó, itt vagyunk az A-ponton, itt vagyunk az A-ponton, piros háromszögeket figyelek. Ó. Jó, most egyelőre nyugiban vagyok, megállt a csík, tehát ellenség van a közelben, csak az a kérdés, hogy hol van az az illető ellenség megtalálható. Hát itt nincs. És ó, és ott van, és a hülye a haveromat késelte le, ahelyett, hogy próbálkozott volna valami fegyverrel, hát befoglaltuk az A-pontot. Hát ez egy bajtársam életébe kerül, de hát na, nem az enyémbe, az a lényeg, wahahaha. 705 tiket van nekünk, 577 az oroszoknak, és egy csipusz lövöld az engem a messzi távolból. Nem tudom hol van, annyira nem is érdekel, be kéne támadni a D-t. Annál is inkább, mert igen, atakheli az egy jó dolog tud lenni, elég kemény puszítás lehet vele végezni. Jaj, spotoltunk ott egy illetőt. Csak céloznom kéne tudni. Meg az a baj, hogy ez az AK-5C nem erre a távolságra van kitalálva, ilyen nagyon egy pötyögtetős lövés kéne ahhoz, hogy izé... elég hatékony legyek. Mindenesetre úgy vettem észre, hogy itt csak egy darab ellenséges úriember megtalálható, és most akkor megint egy kis cselhez folyamodok, ugyanis lejövök ide. Egy jó, itt nekem ezért nem zavar a kutya se, húzom a zászlót, ő meg ott föntről nem tudja húzni. Szépen átveszem a kontrollpont fölött az irányítást, aztán majd kezd magával a srác, amit akar. Vagy felmegyek majd kinyúvasztani, vagy nem, majd kiderül. Jajajajajaj. Folyamatosan kell tartanunk a kontrollpont előnyt, hogy peregje lefel a tiket, annál is inkább, mert hát azért rendszeresen próbáltam ilyen 400 tikettes szervet keresni, alig találtam, komolyan mondom. Mindenki ezt a Conquest lázsot nyomatja, meg a 64-es szerókat, mert nem tudom, ez a divat. Ez az egyik nehézség a dolognak ilyenkor az, hogy igen, kicsit nekem röcög. A másik nehézsége az, hogy annyi ember van, egyszerűen nem tudsz ennyivel néha mit kezdeni, de most hála égnek pont egy jó csapatba kerültem bele, és úgy nagyjából leterheli annyira az ellenséget, hogy én itt csak egy-két emberekkel, hogy foglalkozzak egyszerre. Mert hát vannak olyan részek, ahol hiába szersz le két-három embert, két édes kevés, mert hatal jönnek rád. Na, ott az a Gauss puska, de az most nem háborgatom, hát itt nem található semmilyen ellenséges erő. Akkor lemegyek szépen a D-hez, ott a helikopter, azt megnézzük magunknak. Legalábbis ha eljutok odáig élve, még úgyse helikoptereztem ezen a pályán. Azok ott az enyémek, jó van. Na, néha torkolattüzekkel szoktam figyelni, mert nem látom a kék vagy piros háromszögeket, hogy most akkor az kikicsoda. És ezt figyeljétek, nem fogok felszállni a helikopterre, jó itt én nekem. És nézzük, mit lehet így kezdeni ezzel a kis harci járművel. Keressünk egy áldozatot, íme egy darab áldozat, meg is halt szegény. Na jó van, egy embert megöltünk, úgyhogy nem szálltunk fel. Még egy. Ó, és jelölgetni is tudunk a térképen. Ó, double kill, három emberre is nem szálltunk fel. Jaj, osztal az a drága. Úristen, úristen, fuss kis nyulam, fuss. Ahaj. Négy vagy öt ember? Már nem tudom, elveszítettem a fonalat, meg kicsit koncentrálnom is kell. Jó, olyan köz, hogy felszálltál, haver. Tök jól lőállásom volt, azt most el kell ezt is cseszni. Na, az meg a Gauss ágyújával próbál itt amperkodni. Hát vesztére, mert őt is kinyírtuk Imbaron. Ismételten ugyanaz a fickó. Ah, meg próbálnak minket bemérni ilyen izékkel. Ó, csak lássam meg hol vagy, csak lássam meg hol vagy. Na, megvan az újabb áldozatunk is. Jaj, Geronimo! Bebúj a fenyő alá, azt hitte, hogy itt nem lövöm le. Ó, és ezt is kinyírtuk, jó. Na hát ennyit bírtam egyszerre megölni azzal a helikopterrel, és itt van egy újabb áldozat, azt hiszem 8 vagy 9, nem tudom, most már tényleg nem számoltam egy ideje. És húzzuk az E-t, de gyanítom, most berágattam őket annyira, hogy mindenki vissza akar majd jönni ide az E-re. De hát most nem tudok mit csinálni, muszáj vagyok így húzni a pontot, úgyhogy... Vagy jó lesz gyerekek, vagy nem. A franccal lőttök, ez egy tuti a Gauss ágyú volt. Pedig már majdnem sikerült beszürkíteni én, de egy... így is egy jó kör volt. És már megint ez a pilóta ruhás nyomorult, na jó van. Fogunk mi még találkozni, ember, fogunk. És leszülettünk az F-pontra, a csetek folyamatosan itt köröznek a fejünk felett, csak tudnám miért, ó, havesz. Kicsit besegítek a légierőnek, mert ha miért is, ne? Jó, jó van. Drága cimborám. És mennyi jet van a levegőben, te jó isten. Ja, amúgy igen, erre a pályára nem nagyon érdemes Stinger, nem nagyon érdemes RPG-t, vagy izét hozni ide, vagy Iglakel, vagy Stinger, más jármű elleni cucc nem nagyon van értelme, legalábbis én azt mondom.
továbbra is jövök betámadni az elpontot, vagy be kéne védeni az F-et. Á, emberágyúval megyek oda, aztán már megnézzük, mit tudok vele kiharcolni. Itt az emberágyú. Ott látható a támadó ellenség csúnya serege. Ajaj, máról kéne támadjuk, máról kéne. Na, mögé megyek, mögé megyek. Majd most jó lesz. Így, de repülünk. Ez az, és hol van a fickó? Hol van? Tudom, hogy itt vagy. Jó van, vele sikerült végezni. Ez az. Elkezdett villogni az F-pont, magyarán ott még ellenség van a közelbe. Helikopter rányunk gyorsan egy Stingert. Ó, és már az a nyillal lizé lövöldöznek minket. Jellegzetes hangja van, ezt az ezertől is megismerem. Pedig még alig játszottam. Ha, komolyan. Ujjajjaj. Ó, ott a fickó, ott a fickó. Lőttünk bele egy keveset, adunk neki gránátot. Halljál meg, ó. És sebezte is, de... Úgy néz ki, édes kevés volt. És hátulról lelőttek. Hát ez így volt tökéletes, jó van. Mindenesetre örömmel konstatálom, hogy jelenleg a körben még mi vagyunk a vezetők, és én vagyok az első. Mondjuk a helikopteres incidensnek köszönhetően ez igen, ez elég könnyű volt így. És itt vagyunk az Elpornnél, továbbra is húzzuk, legalábbis próbáljuk befoglalni az zászlót, és íme ez az a gödör, amiről beszéltem. Tehát ha ide bebújtok, csak úgy tud idejönni az ellenség, hogyha hát konfrontálódik elég közelről. Azzal az illetővel is sikerült végre, nem sikerült? Ott van még, de sikerült végezni, csak 21 szál, kill assist. Hagyjuk már, hát elnyomtam ólommal. Hát az F meg ellenséges kézen van. Megpróbáljuk azt a csókát ott elkapni. Utálok pötyögtetni, pedig az kéne. Nem baj, így sikerült elintézni a fickót. Na. Úgy. Dugd ki az orcimpádat. Új, na most kapott egy kis olmot. Na, jó van, végre elintézték őt is. Maradt 23 HP-m. Próbálunk ide fitkőzni az F-ponthoz. Vajon össze fog-e jönni? Hát persze, hogy nem, egy csipa elintézett, jó. Szomorú, vagy bohóc arcú csipa, jó van. Hú, emberek. Szeretem én ezeket a köröket, csak az a gáz, hogy órát kell folyamatosan játszani, és a végre már tökre elfáradok. Hiába öregszem, na. Van ez így. Aj, ott valami helikopter volt fölött, ja nem, az egy jet volt. Hát kicsit megnoszoktatjuk ezt a helikoptert, jó lesz az. Mi baj lehet? Hát kicsit rásebeztünk. Már megint itt van a Mava levegőbe, látom a minimapon, és szépen így lehuppanunk ide. Megpróbáljuk befoglalni a D pontot új fent. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Általában nem szeretek így ejtőernyővel ereszkedni, mert igen, hamar meghalok. Ilyenkor millióan spotolnak, és akkor izé. Itt már lőnek is a messzi távolból. Most kipróbálom azt a módszert, amit a többi játékostól láttam. Lefekszek a földre, és igen, ez ilyenkor működik, ilyenkor nem tudnak megölni. Komolyan. Egy csomószor láttam, főleg ezen a pályán, ha bemennénk az A és a B pont területére, ott imádnak fetrengeni a földön. Komolyan mondom, megdöglenének, hogyha nem hasonlhatnának nyakig a porba. Hol van az a nyomorúságos map? Tudom, hogy itt van, el kéne kapni. Meg azt a jetet is. Te a szaver. Ott az kinyomott egy flert, ó, nem baj. Előbb-utóbb úgyis jó lesz az. Na, keressük azt a mapot. Ott bujkál. Látjátok, hogy meg lehet azt találni? Na, te nem fogod itt jelölgetni szépen a dolgot, az elpontot elkezdték húzni. Ott egy támadó helikopter, azt is elkezdik szépen lövöldözni. És hát le is zuhant, csak az a gáz, hogy továbbra is húzzák az F-et. Nem húzzák, jó van, akkor visszafoglaltuk. Az E az viszont szürke, úgyhogy azt be kéne foglalni, az állás leg 637 tiket nekünk, 352 az oroszoknak, és hát továbbra is csökkenteni próbáljuk a tiketjeiket, kisebb nagyobb sikerrel, és már megint ott az a helikopter próbál, persze, ezek mindig helikopterre próbálkoznak. Az a gáz, hogy a szállító helikopterben minimum 3 vagy 4 Stinger vagy Igla kell ahhoz, hogy megpusztuljon. DICE részéről ezt nem tartom annyira reálisnak, de gondolom ezt azért csinálták, hogy tudjanak élvezkedni azok is, akik repkedni szeretnének, mert és egyszer bemérik őket, kinyomnak egy felt a második Stingerrel, meg már totálba leszednénk őket, akkor itt menne a sírás, hogy állandóan lelőnek, mikor felszállok. És úgy néz ki, hogy hamarosan az összes kontrollpont a mi kezünktől lesz, tekintve, hogy az E-t azt rövidesen be fogjuk foglalni, mert kicsit még gyógyulok itt vissza már, miért is, ne jó az. Ellenséges aktivitás jelenleg nem látok, ugye elhagyom a gödrömet. És megyünk az F pont területére. Új fel, az az egyetlen ellenséges kézen lévő kontrollpont. Úgy az állandó rohangászás már tököm kele van.
Hát spotoltam az illető úriembert, remélhetőleg csak egy darab van ott, és úgy látom, hogy a helikopterrel is próbálják itt aprítani a tömeget. Van még Stingerem vajon? Azt hiszem már nincs. Már meg se nézem, már nem veszem a fáradtságot, inkább jövök kontrollpontot húzni. Hajd repkedjenek a gyerekek, mert hogyha most befoglaljuk az összes kontrollpontot, akkor nem lesz munkám. Néha ilyenekre is kell gondolni már, hát na. Oj, hogy szölöd a fickó, hogy szölöd, jaj, de szépen meghalt. Ó, van haver. Ja igen, amikor az ember ágyúval kilövöldözik magukat, ilyen jellegzetes sípoló hangot ad, onnan tudod, hogy valahol itt valaki lőtte magát. Vagy becsapódott, vagy ilyesmi. Úristen, azt hiszem, mintha lenne egy commanderünk is, aki, hogy is mondjam, cruise missile-vel írtja a tömeget. Legalábbis ez a robbanás nagyon arra emlékeztetett, bárcsak a hangját hallottam. Komolyan mondom, hölgyeim és uraim, úristen, micsoda küzdelem. Jaj. És mindjárt befoglaljuk az F-pontot, különösebb ellenállás nélkül. Gyönyörködhetek a statomba. Ha, na jó. Ó, kb. Még legalább 5 perc küzdelem vár rám. A C-pont elkezdett villogni és a D-t kéne befoglalni. Hát reméltem, hogy a szállító helikopter lesz olyan kedves és megvár engem, hogy együtt megyünk el a D-pontot foglalgatni, de hát nem, és... Hát mondjuk jó, hogy nem szálltam be, mert le is lőtték a francba. Hát ezek a jetek. És ott is egy helikopterből a földről lövik az embereket, sőt onnan is, hát az most felszállt, pedig azt hittem. Na jó, próbálkozunk meg a szokásos módszeremmel. Lejövünk ide, így tanyázunk, azt szétlőtték a dobozt, amit takarás nyújtott a francba. Hát muszáj vagyok akkor doboz nélkül itt megbújni. Vagy jó lesz. Hát igen, csipák vannak a környéken. Imádom a csipákat. Ja igen, a Final Standnek az egyik jellegzetessége, hogy mivel nagy marha pályák és mindenütt sziklák vannak, a csipák előfordulási esélye kb. 80%-os időjárástól függetlenül. Voltak olyanok, ahol felmentem és kvázi én voltam egyedül mérnök, mindenki más csipusz, mert hát ez ilyen, nem tudom, lehet ilyen only csipa szerverre mentem föl, de nem emlékszem rá, hogy ez lett volna kiírva. Mindenesetre jó páran voltak, élményem volt őket lelőni. Pláne, hogy kb. 10 km-ről én még nem is láttam senki, de már azt már meg is haltam. Nem baj, most a C-t felülről megpróbáljuk befoglalni, és most látom a cél, a cruise missile és control point. Hát, hogyha van commanderünk, akkor az értékelni fogja, hogyha sikerül ezt befoglalnom. Még nem próbáltam ki amúgy commanderrel ezeket a pályákat. Még az előző DLC-nél kifejezetten jó volt, mikor Peer Marketen izé a full infantris pályán, amit még kicsi is, berakták rá, az mi a túró. Jó, igen, az a kis izé, vavos lobotó fasz. Áj, egyszerűen, hogy ez mindig próbálkozik, nem tanul semmiből. Már nem tudom, hanyanyára szedem le azt a mavot. De úgy látom, hogy az a kis golyóköpködő robotrepülőnk az itt van a közelben. Megállt a csík, hogy egy darab ellenség valahol itt megtalálható, de hagyom, hagy végezze a dolgát a kedves kollégánk, én meg meglapulok. Reményem szerint elintézi a robot, és akkor nekem nem lesz más dolgom, mint hogy behúzom a pontot, és akkor mindenki ráiság. De nagyon harcolászik még. Tudnám, mit lő ez ilyenkor, és elhagyta a helyszínt. A csík az pedig még nem indult el, magyarán nem végzett az illető úriemberrel, úgyhogy tök jó egyedül maradtam. Ó, de jó. És most elindult a csík. Úgyhogy a fickó vagy elhagyta a helyszínt, vagy lelőtték időközben. Hát az állás jelenleg 592 tiket nekünk, és 145 tiket az oroszoknak, úgyhogy hamarosan elmutatom, hogy véget ér a köröskénk, és egyfolytában az ember ágyú hangját hallom, ez a sípoló, sűvítő hang. És már megint ott próbálkozik az illető a mavval. Én meg nem tudtam, hogy miért nem tudom bemérni, nem volt betárazva. Na, és most megint leszedjük, jó van? Hát ez tényleg nem tanul semmiből. Az F-pontot időközben befoglalták, hát a villog a C újfent. Ó, és közben egy helikopter is itt téblából. Hát megpróbálom leszedni, de már megint takarásban van. Ez a hegyvidéki pálya egyik hátránya, hogy könnyen át tudnak bújni a helikopterek. Akarva akaratlan. És sikerült elkergetnem az illetőt a C-pontról, és úgy látom, hogy egyedül volt, mert még senki nem lőtt le engem. Úgyhogy visszafoglaljuk szépen a C-t. Az összes kontrollpont a mi kezünkön van, orbitális sebességgel csökken az ellenfélnek a tiketje. Hát a dolgok jelenlegi állása szerint kb. Még egy 2 perc lehet maximum hátra a körből. És elkezdett villogni a D-pont.
Hát most bemértem a helikopter, de mint hiába már tök fölösleges volt. Jó, és a commanderünk küldi az amót. Ilyenkor lehet látni. Néha csak így, néha hallok, hogy a commander online meg ilyenek, de amúgy nagyon jelét nem látom, hogy bárki segítene nekünk. De most tény és való, hogy még talán még felderítést is kaptunk. Jaja, ott vannak a piros háromszögek. Hát megpróbáljuk elintézni az illető úriemberket, de gyanítom, mire odaérek, addigra lemészárolják az összeset. Hát és tényleg, a francia sem belétek. Nekem milyen sos, elhagynak minden jó falatot. Nem baj, befoglaltuk a pontot. Újabb 240 szkorszal lettünk gazdagabbak, és a B beszürkült, és a C villog. Úgyhogy itt ez a helikopter, pont kapóra jön, és szépen elmegyek azzal oda. Aztán vagy jó lesz, vagy nem, még azon úgy próbálkoznak itt a T pontnál is. De valami kevés sikerrel. És még mindig villog a C, mindig villog, de hát ott tevékenykednek a többiek, úgyhogy nem hiszem, hogy nekem ott már különösebb dolgom lenne, annál inkább, mert senki se láttam spotolva, ma már megint a levegőbe. Hát én azon már nem fogok foglalkozni. A hangár ajtót bezárták, úgyhogy muszáj leszek itt kívül leszállni. Éni. Úgy. És itt van ez a kis búvónyílás, itt szépen behatolunk, aztán megpróbáljuk megtalálni az ellenséget. Már is jön az első áldozatunk. Pont rászpanolt az egyik illető úriember, meg kifogytam a lőszerből, nem baj. Ez is több a semmi, ne... ott az feltámasztott, ez is ilyen nyilas hülye muki. Na, hölgyeim és uraim! Véget ért a Final Stentura vezetésünk második epizódja, Hangár 21-en. Remélem tetszett ez a rövidke, közel 27 perces összecsapás, amit láthattatok. Én nagyon élveztem ezt a küzdelmet, nem mondhatom ezt el, mi az összes meccsemről, ezt a küzdelmet most kiváltképp élveztem. Hú, hölgyeim és uraim, már csak kettő pálya van a házra, és végre befejezhetem a ténykedésemet. Hú-hú. Újra hátra törhetek karácsonykor. Na, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, a viszontlátásra. Sziasztok!